Először is azt tisztázzuk le, hogy miért is fontos a nádvágás. A nádvágás az tulajdonképpen azért fontos, mert a természetben egy megújulást idéz elő. Meg kell különböztetnünk a vízen történő nádvágást, illetve a szárazföldön történő nádvágást. A szárazföldön történő nádvágásnál az a cél, hogy a nádasok ne szaporodjonak, illetve hát ne vegyék el az életteret a szárazföldről, úgymond. Tulajdonképpen itt ilyen vizes területeket hozunk létre, hogyha ott a nádat vágjuk. Viszont a tó szempontjából, ami a tóban ül nád, ott nagyon fontos, hogy ne csak előregedett nád legyen, hanem fiatal nád is. Tulajdonképpen egy változatos tájjelleget is ad, ami azt jelenti, hogy a nádvágás után ugye ifjú sarjak indulnak tavasszal a nádból, és tulajdonképpen ezáltal megújul. Valamint hát ugye a régebbi időkben is gazdasági célokat is szolgált, mert sokan a nádvágásból jövedelmet valósítottak meg, illetve a mai napig is azok, akik rendszeresen vágják a nádat, ebből hasznot tudnak szerezni, valamint a rosszabb minőségű nád az ugye takarmányként is szolgált, és szolgál a mai napig. Erre még visszatérünk, viszont azt szeretném megkérdezni, hogy a frissen kihajtott, tehát az új nád, az gyakorlatilag a madarak élő helye is egyben, ugye? Nem csak az új nád, tulajdonképpen a változatos madárvilág annak is köszönhető, hogy különféle területek találhatók a tavon, illetve a nádasoknál, és akkor megvan, hogy melyik madárfaj hol szeret, vagy hol érzi jó magát, hol rak, hol tud megpihenni, fészket rakni, úgyhogy tehát van, amelyik a fiatalabb, van, amelyik az idősebb nádba, tehát azért nem cél az, hogy minden nádast egyszerre mondjuk kivágni. Tudjuk azt, hogy a nádvágás az általában a téli időszakban történik, és főképp olyankor, amikor kemény mínuszok vannak, befagy a tó. Hát idén ez nem történt meg. Van-e azért nádvágás? Igen, van nádvágás, fizikai személyekkel, tehát egyénekkel a Palisztors Közvállalat ugye szerződést kötött, 7 ilyen szerződésünk van, többüknek csak a szárazföldről sikerült vágni a nádat, de vannak olyanok is, akik a tartós mínuszokat kihasználva rámerészkedtek a jégre, és ők ott is le tudták vágni a nádat. Ugye volt egy rövid időszak januárba, amikor több napig, tehát illetve azt hiszem 2 hétig körülbelül egy ilyen mínusz körüli hőmérséklet volt. Ezt mindenki ugye egyéni felelősségre vállalja, hogy ilyenkor rámegye a jégre és vágja a nádat. Az illetőknek szerencséjük volt, és sikerült nekik nagyon szép nádat vágni. Elégedettek is vele, és hát azt mondják, hogy azokon a területeken, ahol évről évre vágják a nádat, egyre jobb minőségű nád kerül le. A ludasító melyik részén történt meg a nádvágás, illetve folyik-e még, vagy tart-e még, lehet-e még ilyenkor is vágni a nádat? Lassan lejár a nádvágásnak az időszaka, és hát a szakmunkatársainkkal egyeztetve megvannak azok a helyszínek, ahol általában a nádat szokták vágni. Viszont a közvállalat is a bérbevett 2 éltűjével ugye vágja a nádat a vízről. Ez a mi részünkről az idén is folyamatban volt is, illetve van is. Természetesen az ívást és a fészekragás időpontjait tekintetbe véve, tehát azokba az időszakokba vágjuk mi is a nádat, amikor ezt a Természetvédelmi Intézet jóvá hagyja, illetve amikor megengedett ez a tevékenység, úgyhogy lassacskán a közvállalat is most egy időre fölfüggeszti a nádvágást, mert ugye elérkezik az időszak, amikor ezt már nem lehet megtenni. Tehát a nádvágásnak ezek szerint vannak szigorú szabályai? Természetesen, annak is, hogy vágni, annak is, hogy a kevésbé hasznos nádat, hogy kell elvinni a területről, tűzrakási helyek is ki vannak jelölve, ahol esetleg az értéktelenebb nádat föl lehet gyújtani, de ezt is nagyon szigorúan ellenőrizve, és csak a megadott helyszíneken, de az idei évben nem igazán volt a nádnak az égetése jellemző. És akkor végül visszatérve a nád gazdasági szempontból történő hasznosítására, tudomásuk szerint mire használják a levágott nádat azok, akik ugye ezzel foglalkoznak?
Hát ugye ez mint a régi időkben is, van, aki kerítést készít belőle, van, aki náttetőt, ugye egyre nagyobb tradíciója van a hagyományos, vagy a régi értékek újra fölértékelődnek, olyan nyári teraszok készülnek, amiket náddal szeretnek az emberek, tetőt náddal szeretik ugye lefedni, és hát egyéb ilyen gazdasági érték, tehát ki mennyire kreatív, és ki mit tud elkészíteni saját kezűleg ebből a nádból.